Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Weekend második része. Egy játékra hívom fel valamennyiük figyelmét, ahogy minden pénteken. Most is érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, hiszen 2 darab mozijegyet nyerhetnek majd a szerencsések. A következő percekben pedig mandalákról beszélgetünk. Molnár Piroska mandala festő a vendégünk. A Vasutas Művelődési Házban nyílt egy fantasztikus kiállítás ott december 1-én, és hát gyakorlatilag szinte karácsonyig látogatható. 19-ig látható ez a kiállítás. Hát a kiállításunknak a címe most a Szálaz Angyal házról házra címet kapta, mivel itt az advent időszakában vagyunk, és ugye az angyalok is a fényt közvetítik, és a rohanó világunkban én úgy gondoltam, hogy egy kicsit megállít a mandala, tehát a mandalák is a fényt közvetítik, és hogy az embereknek egy kis nyugalomra azért szükségük van. Érdekes, hiszen műsorunk első részében Nupák Éva pszichológussal éppen erről beszélgettünk, hogy mennyire szükségünk lenne a fajta nyugalomra, de valahogy az emberek, amikor érzik azt, hogy kifejezetten ez egy ilyen időszak, akkor még stresszesebb és talán ingerültebbé válnak. Én tudom, hogy sokan azért kapnak ajándékba például egy mandalát, mert azok, akik ezt a mandalát ajándékba adják, azok hisznek abban, hogy valóban olyan fajta energiákat tud közvetíteni, amelyek hatással vannak azokra, akik ott élnek. Te magad először is menjünk vissza az időbe, jó? Hogyan ismerkedtél meg a mandala festéssel? Egy ezoterikus kiállításon Boros Bettivel találkoztam, és akkor bár én még nem tudtam, hogy mik ezek a mandalák, ő ott állított ki, és hát a látvány fogott meg legelőször, egy gyönyörű szép fehér mandala, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett, és tehát akkor közel kerültünk egymáshoz, beszélgettünk, de én nem voltam még akkor kész arra, hogy egyáltalán legyen elég alázat bennem ahhoz, hogy egy mandala festésnek nekiálljak, és rákövetkező, hát éveket kellett arra várnom, hogy egy tanfolyamra be tudjak jutni nála. Addig akkor csak lelkileg hangolódtál. Ugye több filmet is láttam, Tibetben a szerzetesek, sokszor mondjuk a porba, vagy akár ugye színes kis porocskákkal készítik a mandalát, hihetetlen precizitással, és ugye ezek gyakorlatilag, amikor elkészülnek, akkor szépen fogják és le is simítják. Igen. Tehát maga az alkotás folyamata az, ami igazándiból, hogy is mondjam, egyfajta alázat, egyfajta ima, és egyfajta meditációs állapotot is feltételez, de hát azért nagyon jó, hogyha ez kézzelfoghatóvá is válik. Lehet, hogy ebben benne van a mi európai szellemiségünk, hogy szeretjük a munkánk végtermékét azért látni is, meg hát azt gondolom, hogy az a fajta mandala festés, amit ugye akár ti is képviseltek, azok tényleg üvegre történnek, és különböző festékekkel dolgoztok. Amikor beiratkoztál erre a mandala festészeti, nem tudom, kurzusra vagy tanfolyamra, akkor voltak benned valamiféle elvárások, hogy mit szeretnél ott kapni? Nem. Az ember legelőször is saját magát akarja fejleszteni. És tulajdonképpen, mivel nekem mindig is problémám volt azzal, hogy koncentrálni tudjak, ezért nekem ez a mandala festés, én azt hiszem, hogy az életemnek az egyik legnagyobb nyereménye. Ugyanis a gondolataink azok állandóan pörögnek. És hogyha leülsz egy mandalát elkészíteni, már maga a kontúrozás az egy olyan folyamat, hogy ha csak a gondolatod egy pillanatra is elkarandozik, akkor hogyha egy 100 milliméterrel arrébb ment, az látványos. Tehát tulajdonképpen elvárásom nem volt, mivel nem is tudtam, hogy mivel állok szembe. Én ezt később tudtam meg, hogy a legnagyobb nyertese a mandala festésnek körül, tehát én vagyok. Gyakorlatilag egy ilyen alfa állapotba kell lenni ahhoz, hogy mondjuk már a kontúr sikerüljön, vagy egyszerűen kizárni mindent és lecsendesíteni az elmét? Igen, tehát azért erre rá kell készülni, akár egy pár perces meditációval, vagy csak annyiban, hogy a légzését figyeli az ember. Érdemes olyan zenét feltenni, ami megnyugtatja a festőt, mert tehát maga az, hogy egy elazult állapotba belekerülsz, az segít abban, hogy minél tökéletesebben tudjál elkészíteni egy mandalát.
amúgy volt kézügyességed, vagy volt erre affinitásod, hogy rajzolgass, alkoss, fess? Igen, de az már nagyon régen volt. És utána, tehát amikor ugye az ember az általános iskolából keresi az útját, akkor az én vágyam az volt, hogy én ötvös szerettem volna lenni. De a családi hagyományok és az elvárások azok egy teljesen más irányba vittek el, és egy pénzügyi vonalon indultam, amit én nem szerettem. Tehát nem is tudtam vele azonosulni, és tehát tudtam, hogy nekem nem ez lesz az életemnek a része. És valahogy ugye sok év után mégiscsak visszatértünk ahhoz, hogy az ember egy kicsit tudjon alkotni, ugyanis a mandaláknál is van olyan, hogy ékszereket készítünk, és tehát ez egy kicsit a régi álmokat, vágyakat visszahozza, mert ugye az ötvös is egy nagyon szép munka lett volna, de most kiélhetem abba, hogyha például egy ékszert vagy egy ékszermandalát elkészítek. És most jelen pillanatban a hobbiddá vált a mandala készítés, vagy már ez most már inkább a hivatásod? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert pont ezen gondolkodtam, még ide jöttem, hogy tulajdonképpen szerintem a hivatás egy embernek az azt jelenti, ami belülről hív. Már én a festésnek még nagyon az elején vagyok, tehát egy 3 év van még mögöttem, ez nagyon-nagyon még az alapokat tanulja ilyenkor az ember, de van egy belső hang, ami egy belső késztetés, és tehát én mondhatom azt, hogy nekem ez a hivatásommal fog válni, de még az útnak az elején vagyok. Hány mandalát készítettél ez alatt a 3 év alatt, és hova kerülnek ezek a mandalák? Hát nagyon sok ajándékba került, van egy icipici készletem nekem is, jótékonysági rendezvényekre is szoktam festeni, hát és most már van egy pár megrendelés is, amikor személyes mandalákat tudom ezek készíteni. A mandalák, amit most láthatunk, igen, a Vasutas Művelődési Házban, kifejezetten erre a kiállításra készültek, nem, vagy úgy válogattad össze őket? Nem kifejezetten, bár van közöttük már egy-két új kedvencem, amit kifejezetten a kiállításra készítettem. 3 évre visszamenőleg válogattam ki egy pár darabot, amit úgy gondoltam, hogy most úgy a szívemhez közel áll. Mennyi idő, ameddig elkészül egy ilyen alkotás? Függ ez a méretétől, a kidolgozottságtól, egyáltalán mi alapján válogatod a motívumokat? Tehát a mandalákkal kapcsolatban legelőször is azt kell tudni, hogy tehát maga a mandala az egy belső szent tér, viszont egy kötött dolog, tehát itt nem, egy belső rend van benne, és valahol ez a festőt is rákényszeríti arra, hogy legyen benne egy belső rend. Tehát maga az, hogy egy nyugalmi állapotba kell, hogy fessünk, ugye ez maga az idejét is egy icipicikét csökkenti. A méretétől természetesen függ, mert van egy nagyobb méretű mandalát, akár napokig is csak kontúrozod, és utána még ugye a további kidolgozás az időigényes. Tehát van olyan kicsi mandala, amit mondjuk egy ilyen másfél-két nap alatt el tudsz készíteni, de van olyan is, amit több mint egy hónapig kell, hogy dolgozzon rajta a festő, mire az teljesen úgy összeáll, hogy a végeredmény is az legyen, aminek szerettük volna. A motívumoknak a kiválasztása, hát az tulajdonképpen attól a céltól függ, hogy mire készül el ez a mandala, mert ugye hát itt nagyon fontos szerepe van az osztásoknak, ha megnézzük a mandalát, valami csak 4 irányú, valami 8-12, tehát jelentősége van a számoknak, a színeknek és a formáknak is. Tehát mindig az aktuális helyzet alapján választunk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy mindenkinek szüksége lenne arra, hogy egyszer életébe készítsen egy mandalát, hogy le tudjon egy picit úgy higgadni, még akkor is, hogyha ott nem lenne tökéletes a kontúrozás, és nem lenne minden 100%-os, valahol talán abba a lelki állapotba egy picit belehelyezkedni, amiben te lehetsz nap, mint nap az alkotás során. Hát ebben is van igazság, én úgy gondolom, de tehát ezt én inkább azoknak az embereknek javasolnám, aki már tudja, hogy milyen célból. Tehát szeretne be magából kifesteni valamit, vagy egy feszültséget, mert erre is alkalmas maga a mandala festés, de mivel ez tényleg egy szentér, egy kötött, tehát valahol a festőnek is fel kell készült lelki állapotban lenni arra, hogy megtiszteljen egy mandalát, hogyha neki áll. Akkor nem mindenkinek való
mégsem. Idővel szerintem mindenkinek való. Tehát én hiszem azt, hogy minden egyes ember tehetséges valamiben. Mindenki született valamire. De számtalan módja van annak, hogy a fölösleges, belső, esetleg negatív vagy pozitív energiákat levezessük. Például, tehát aki a küzdősportokban tudja kiélni magát, az is eljut egy idő után odáig, hogy egy meditációval készül fel, mert koncentrálni kell, de az útja elején nem hiszem, hogy ő is fel volt készülve esetleg arra, hogy egy ilyen minőségű munkában fejezze ki magát. Akkor, hogy maradjunk ennél az útszimbólumnál, azt gondolom, mindenkinek megvan az útja, a te utadnak az elmúlt 3 évének legszebb alkotásait megtekinthetjük a Vasutas Művelődési Házban december 19-ig. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és kívánunk nagyon szép éveket még, és nagyon szép utat ahhoz, hogy gyönyörű alkotásaid legyenek, és boldog karácsony. Viszont kívánom mindenkinek, köszönöm szépen. Viccesen kérdeztem Mészáros Szilárd igazgató úrtól, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy mi is van a puttonyában. Hát szerintem már abban nem sok minden, hiszen ugye a Mikulás most már visszafelé siet a lapföldre, viszont az adventi programok tárháza azt gondolom, hogy rettenetesen színes. Jó estét, kedves Szilárd! Nagyon sikeresek az előadásaitok, a programjaitok. Mostanában gondolom, hogy már ezt a jó szokást, ezt illik az év hátra levő részében is megőrizni. Mi mindennel készültök, mire várjátok a kedves televízió nézőket? Jó estét a kedves közönségnek is. Igen, hát mi egész évben dolgozunk, tehát nem szünetelünk. Úgy gondolom, hogy nagyon szép és tartalmas programokkal készültünk, és ez ugye a visszajelzésekből is látszik, mert ahogy el fogom mondani, a fő programsorozatunkkal Lehozzuk Önnek a Csillagokat című sorozat, amikor is általában pesti színházakat, illetve neves előadókat hívunk meg. Óriási sikerrel megy. Például most lesz szombaton Szekeres Adrián adventi koncertje, hetek óta nincsen rá jegy. A következő darabunk a Csárdás Királynő, december 30-án hetek óta nincsen rá jegy. Úgyhogy arra biztatnék mindenkit, aki mégis szeretne azért ezekből látni, ebből a programokból. Január 13-ára már elkezdtük árulni a jegyet, a József Attila Színház fog akkor ellátogatni hozzánk a Boldogság című édesburus szerelmi történettel, Réka-Si Károly és Pikali Gerda főszereplésével. Tehát aki úgy gondolja, itt már megválthatja belépőjét, és akkor nem marad le. Valamit lehet tudni erről az előadásról? Ugye azt tudjuk, hogy a főszereplők az életben is most már egy párt alkotnak. Van egy kiadványunk erről a programsorozatról. Az, hogyha bejönnek a kedves vendégek, a Kulturális Központ információján megtalálják, abban minden egyes darabról néhány sor le van írva, tehát hogy körülbelül miről szól. Én most ezt nem mondanám, mert mindenkit arra biztatok, hogy vegyen magához egy ilyen programfüzetet, és akkor abban meglátja. Egyébként csak egy gondolat erejéig, mert nyilván az év vége az összegzésről is szól, ugye, hogy milyen is volt ez a 2017-es esztendő. Ez a programsorozat volt a legsikeresebb, a legtöbb nézőt vonzó? Hát én azt hiszem, hogy igen, tehát voltak nagyon népszerű sorozataink, ugye ezek között van ingyenes is, de belépőjegyesek közül én azt mondom, hogy csúnya szó talán, de torony magasan ez a legnépszerűbb. Én úgy érzem, hogy divat lett, sik lett ezekre eljönni hozzánk. Hát az Agora felújítás miatt ugye tényleg nagyon fantasztikus a technikai felszereltségünk, tehát bármilyen előadást legalább olyan színvonalon ki tudunk szolgálni, mint hogyha mondjuk Budapesten nézné meg a kedves érdeklő ugyanazt az előadást. Igen, lehet azt mondani, hogy megszerették a nézők a Kulturális Központ hangverseny vagy színház termét, és tényleg ugyanúgy járnak oda, mint a színházban. Igen, igen, és nem csak a hangverseny termét, hála jó Istennek, hanem nagyon sok minden mást. Úgyhogy vissza is mennék az időben, ugye kicsit túlmentünk már januárba, átkalauzoltuk a kedves nézőket. A héten nyitottunk egy csodálatos kiállítást, az év természetfotósa, szerdán nyílt meg, ezt egész hónapban megtekinthetik az érdeklődők, január 14-ig lesz nyitva, díjmentesen látogatható a kiállítás,
több mint 3000 alkotásból válogatta ki a szakavatott zsűri. Ez a kiállítás járja az országot, most Nyíregyházára érkezett. Mindenkit bátorítok, nagyon szép csoda néhány kép, úgyhogy szerintem mindenképpen jöjjenek el és nézzék meg az aulában, illetve az emeleti galériában. Aztán ugye szombatról beszéltünk, az adventi koncertről, vasárnap megint csak egy programsorozatunk a családi matiné keretében, ez évi utolsó előadásunkat láthatják, a Hókirálynő meseszínház előadásában, Télapó karácsonya. Ugye, hát, minden egyben van, Hókirálynő, Télapó karácsony, úgyhogy igazi sikerdarab. Igen, és akkor beszéltünk ugye a kisebbekről, a családokról, beszéltünk a felnőttekről az előadásai kapcsán, és beszéljünk a szépkorúakról, az öregedés művészetéről, az is egy nagyon sikeres sorozatunk, a Szépkorúak Akadémiája, az pedig jövő szerdán lesz az idei év utolsó előadása, amikor is dr. Dobos László az életen át tartó tanulástól a nyugdíjas foglalkoztathatóságig terjed ki a téma. Azt hiszem, ez most nagyon aktuális, a szépkorúakat ez nagyon érdekli, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre a ingyenes rendezvényünkre. Aztán közeleg, jövő hét pénteken, 15-én a névadónk születésnapja, 93. születésnapja alkalmából egy ünnepi megemlékezés sorozatot szervezünk. Lesznek koszorúzások a Besenyei téren, a ház előtt, illetve lesz utána az épületünkben egy kötetlen beszélgetést, ahova bárkit várunk. Más kiállításaink is vannak folyamatban. 2+1 kiállítás van most jelenleg a Pádgyulateremben és a Nyíregyházi Városi Galériában. Ez a 2+1, ez azt jelenti, hogy Cigándi Varga Sándor szobrászművész, Vargáné Kőrösi Viktória festőművész és Kőrösi Klaudia festőművész műveit tekinthetjük meg. Már megemlíthetjük, hogy nagyon tartalmas programmal készülünk a Magyar Kultúra Napjára is, január 22-ére. Ott még nem mondanám el a fellépőket, de nagyon neves, nagyon híres, úgyhogy oda is már nyugodtan készüljenek a nyíregyháziak. Ez ingyenes lesz ez a rendezvény? Így van, így van. A Magyar Kultúra Napja az mindig természetesen ingyenes. Szerintem ott a nézőtér korlátozottsága lesz probléma, én úgy gondolom, ennyit elárulhatok. Tehát akkor nagyon vonzó lesz a műsor. Én úgy gondolom. És egy kicsit mozizzunk is. Ez a hónap a jövő héttől az utolsó Jedikről fog szólni. Az utolsó Jedik, tehát a Star Wars történet következő darabja, amit büszkén jelenthetek be, hogy Nyíregyházán premier előtt meg lehet tekinteni december 13-án, és természetesen 14-től premierben is vetítjük, és a rajongókat megnyugtatom, hogy egész hónapban játsszuk, sőt január elejéig vagyunk leszerveződve, tehát folyamatosan meg lehet nézni, 20-ától például napi két előadásban is, január 3-áig biztos, tehát aki le fog maradni a premier előttről, vagy a premierről, ne buslakodjon, mert megtekintheti később is az előadásokat. És még ha van egy kis időnk, akkor néhány tagintézményünk. A Városmajori Művelődési Házban is nagyon szép tartalmas programjaink vannak. Tália kedvence, ez egy diákoknak szóló kis verseny. Ez lesz december 13-án. 80 nap alatt a föld körül, ez is egy előadás sorozat. Indiáról lesz szó. Ez december 14-én lesz. Ketten az úton terefere estünk is lesz, az pedig 15-én, amikor is Kuti Patricia és Ijés Ákos, a Móricz Zsigmond Színház színművészei látogatnak el a Városmajorba. Aztán dr. Granville Pillár karácsonyi koncertjére is sor kerül. Úgyhogy én, ahogy szoktam mondani, mindenkit arra bátorítok, hogy a Váci Máj Kultúrás Központ honlapjára menjen föl. Pont ezt akartam mondani, vagy menjen be oda. Személyesen az információra, és akkor tájékoztatják, de itt minden programunkat megtalál, úgyhogy mindenkit erre bátorítok. Ha mozi, ha tagintézmény, nyugodtan nézzék meg a honlapunkat, és akkor tudnak tájékozódni az összes rendezvényükre. Vagy ha csak egy picit le akar ücsörögni és olvasni azt egyet a téli hidegben, arra is van lehetőség. Szilárd, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a meghívást. Mi pedig színházzal folytatjuk László Miklós Illatszertár című romantikus komédiáját. November óta láthatja a Nagy Érdemű a Móricz Zsigmond Színházban. Én a múlt héten láttam, és fergeteges volt az előadás, igazi karácsonyi darab, úgyhogy javaslom, hogy a
aki csak teheti, mindenképpen nézze meg. Ehhez most egy kis kedvcsináló következik egy bejátszás formájában. Ezzel köszönjük a ma esti figyelmüket, és kívánunk önöknek nagyon kellemes hétvégét. Viszontlátásra! A Váci utcai illatszertár zsúfolásig tele van vásárlókkal, akik a karácsonyi ünnepekre készülnek. Így kezdődik a Móri Zsigmond Színház legújabb előadása. A szerző az 1913-ban született László Miklós, aki a 20-as, 30-as évek színházi életének ünnepelt színésze, bulvár és kabari írója volt Bécstől Hollywoodig. A Vígjáték pesti bemutatója után Amerikában többször is színpadra került, és filmadaptációk is készültek belőle a kor igazi sztárjaival. Most nagy valószínűséggel a nyíregyházi publikumot hódítja majd meg a produkció, amelyet Mohácsi János állított színpadra. A rendező, aki közel 20 év után most újra a nyíregyházi társulattal dolgozott, úgy véli, a darab több évtizedes sikere nem véletlen. Szerintem valahol a kommercialitásában is van a sikere ennek a dolognak. Tehát az, hogy valakinek az is van eszébe, a szerzőnek, hogy 1937-ben ír egy olyan darabot, ami totál érintetlen a történelemtől, azért ez egy nagyon érdekes dolog. De ez az én véleményem, és ezt nem akartam belesűríteni a darabba. Ami a formai része az pedig az, hogy hát elképesztő jól ír a László Miklós. Nagyon jó párbeszédei vannak, nagyon jó dramaturgis, néha nem az én ízlésemnek, és szerintem nem a közönség ízlésének megfelelően oldja meg a darabot, mert nagyon sok mindent intéz a színfalakon kívül. Ezeket igyekeztünk kisimítani, ezeket a problémákat. A karácsony előtti nosztalgikus történetben a drogéria alkalmazottai keresik párjukat és helyüket az életben. Az üzlet tulajdonosát, Hammerschmidt urat, Horváth László Attila alakítja a Vígjátékban. A művész szerint nagyszerű próba folyamaton van túl a társulat. Én is kedvelem ezeket a század előtt polgári darabokat. Én szerintem az az oka, hogy azzal szokták definiálni, hogy a kis emberekről szól, és én ezt nagyon nem szeretem, ezt a kifejezést. Hogyha már valaki nem atomreaktort épít, és stb., akkor az, vagy éppen háborút vezet, akkor az kis ember. Nem, ez egy emberről szól, és az emberek létező problémájáról, amik meghatóak, megmosolyogtatóak, és az illetőnek, nekem, Hammerschmidt Miklósnak a legfontosabbak. Az életemről van szó. Az igazi örökzöld előadás a kortalan sztorinak köszönhetően aktuális ma is. Az érzelmes, félreértésekkel teli komédia remek kikapcsolódást ígér a nyíregyházi közönségnek.